Újabb világversenynek ad otthont Székesfehérvár. Június 7-e és 13-a között Európa legjobb junior öttusázói randevúznak a bajnokok városában. Fehérváron nagy hagyományai vannak az öttusa világversenyeknek, és mint a szövetség elnöke Szabó Lajos elmondta, a magyar öttusa legfontosabb eleme az Alba Volán. A magyar öttusa az Alba Volán nélkül nem elképzelhető. Tehát az Alba Volán az egyik legerősebb öttusa klub. Kiváló versenyzőket ad az öttusának, Magyarországnak is, és minden évben igyekszünk, tehát maga a szövetség igyekszik a Fehérvárra hozni olyan világversenyeket, ahol azért a várat is megismerik, rengeteg külföldi jön ide. Idén már nem először rendez világversenyt Székesfehérvár. Dr. Cserpalkovics András polgármester ezúttal is bízik a kiváló rendezésben, és nagyon szurkol a minél jobb hazai eredményekért. Néhány hete fejeződött be a jégkorong világbajnokság, most pedig néhány héttel vagyunk egy junior öttus Európa bajnokság előtt, aminek ráadásul nagyon nagy hagyományai vannak a városban, hiszen junior világversenyeket is rendezett már Székesfehérvár, illetve az Alba Volán. Általában ráadásul mind a rendezés és a szervezés profi volt, mind pedig az eredmények magukért beszéltek. Reméljük, hogy ez így lesz most június elején újra. A rendezés és a szervezés az minden bizonnyal jól fog sikerülni, hiszen most már nagyon nagy tapasztalata van Székesfehérváron a rendezőknek, a szervezőknek. Mint hallhattuk a mostani sajtótájékoztatón is, ezt a Nemzetközi Szövetség nagyon elismeri, és hát bízunk benne, és talán az induló magyar versenyzők személye garancia is arra, hogy az eredmények is méltóak lesznek az elődök eredményeihez. Az Európa-bajnokságon a magyar csapat nagy részét székesfehérvári versenyzők alkotják. Korponai István, az Alba Volán SC öttusa szakosztályának szakmai igazgatója szerint a kilátogató közönség hazai éremnek vagy érmeknek is tapsolhat majd. Vannak nagy nevek is, tehát a Demeter Gergely, aki idén három nemzetközi versenyen szerepelt jól, ő szerintem éremesélyes, illetve a lányoknál Kovács Arolt, aki már kétszer volt egyéni Európa-bajnok, ő egyértelműen kötelezi a rangja, hazai pálya. Ugye láthattuk a tavaly előtti a világbajnokságon, hogy milyen nagyot tudott dobni a teljesítményén, ahol világbajnok lett, de mellette a Földházi Zsófi is szerepelhet, úgyhogy érmes helyezéseket mindenképpen várok egyénibe és csapatba, és akár a legfényebbesebbet is.